Izgalmas nyár végére számíthatnak a városlakók, hiszen a település kulturális intézményei augusztusban is folytatják a munkát. A Bartók Kamara Színház színészei és színésznői, mindamellett, hogy a Parázsvarázs rendezvényen elszavalják a szózatot, augusztusban mutatják be a Nem leszek a játékszeret című előadást a Petőfi Ligetben. Ami a mi augusztusi programjainkat illeti, és ami elsősorban és számunkra, a színház számára a legfontosabb, az az augusztus 27-én, 28-án és 29-én a színház mögötti parkban, a Ligetben, a Petőfi Ligetben műsorra kerülő Nem leszek a játékszeret című produkciónk, aminek a bemutatója ugyanaz még egy kicsit várat magára, mert azt majd októberben fogjuk itt a Nagy Színházban, a Kőszínházban bemutatni a nagy színpadon. Csadi Zoltán hozzátette, különleges kapcsolat fűzi az előadáshoz és magához az előadást inspiráló korszakhoz. Számomra ez egy ilyen gyerekkori élmény volt ezek a dalok, mindig hallgattam őket, a család révén is állandóan szólt a rádió, nagyanyámnál is, a szüleimnél is, és valahogy egyszerűen ez így beleívódott az embernek a zsigereibe, az idegeibe, ott vannak ezek a dalok bennünk, hordozzuk magunkkal, és mindig foglalkoztatott ez a korszak is. A művészeti igazgató elmondta, az idősebb korosztály által jól ismert dalok egy konkrét dramaturgia alapján építik fel az előadást. Van egy drámaiság is a történetben, van egy dramaturgiailag felépített rendszer, egy előadás, vagy hát egy színházi folyamat, ami köré ezek a dalok így épülnek, és amik építik magát az egész történetet. Az előadások időpontjairól, illetve a jegyárakról a Bartók Kamara Színház hivatalos oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.